Na hát szavaztok, srácok! Ebben a videóban kicsit komolyabb témákról fogunk beszélgetni. Ugyanis, hát ami az elmúlt időben történt a YouTube-on, az sok embernél, és hát köztük nálam is kiverte a biztosítékot, és hát volt nekem egy ilyen listám, vagyis hát van egy ilyen listám a telefonomon, amit nagyjából ilyen, nem is tudom, egy-két hónapja írtam össze, ugyanis én régen csináltam olyan videókat, hogy tanácsadásos, mit tudom én mik, hogy voltak konkrét sztorik, és elmondtam róla a véleményemet, és ezek, és ez a videó sem, nem arról akar szólni, hogy én majd most megmondom a tutit, és én látom a világon ezt a legjobban, hanem ez arról szól, hogy nyilvánvalóan ti is tudjátok, és akik most nézik, közülük is rengeteg nagyon-nagyon fiatal néző van. Nyilvánvalóan, ha a statisztikákat nézzük, akkor a fiatalok vannak kevesebben, tehát hogy az ilyen 8-tól 14-ig ők vannak kevesebben, és az idősebbek vannak többen, de statisztikákban nem hiszünk. Én azt gondolom, hogy nagyjából ilyen 40% kicsit idősebb nézőm van, és 60% fiatalabb. Szerintem így nagyjából így a YouTube-on, akik hasonló tevékenységeket végeznek, mint én, azoknak ez nagyjából így van. Nincs is ezzel probléma. Itt arra akarok kitérni, hogy mivel mondjuk én 21 éves vagyok, és a 8, 14, 16, 18 éves nézőim valószínűleg kicsit kevesebbet éltek, vagy hát nem valószínűleg, hanem kicsit kevesebbet éltek, kicsit kevesebbet tapasztalhattak, mint én, és nekik szeretnék tanácsokat adni, nem pedig azoknak, akik nálam sokkal tapasztaltabbak, nálam sokkal érettebbek, hanem a fiatalabb nézőknek. Csak ezt le akarom tisztázni az elején, hogy értsétek, hogy miért csinálom ezeket a videókat. Úgyhogy ezt így nagyjából elmondtam, de ezen kívül nyilvánvalóan van nálam fiatalabb és érettebb nézőm is biztosan. De, na, értitek, tehát, hogy így az elején ezt el akartam mondani. Amire ez a videó most ki fog térni, az az elmúlt hetekben történt dolgoknak az alapjai. Én nem szeretnék belemenni, én nem szeretnék igazságot tenni senki felett sem, én nem tudok kerek sztorikat, amik alá lettek volna támasztva, nyilvánvalóan a cikkeket, videókat én is megnéztem, mindenki videóját megnéztem, a Fanmade Makerét megnéztem, a VR-osok véleményét, szerintem ez a kettő volt, meg hát nyilván a régebben kikerült videókat is, csak hogy lássam azt, hogy ki mit gondol erről. Én nem erre szeretnék legfőképpen célozni, hanem arra, hogy most nyilvánvalóan, aki egy idősebb ember, és mondjuk van egy jelentős követő tábora, ő az interneten fiatalabb gyerekek fejében nagynak tűnik. Hogy mondjam ezt? Nem tudom szerintem. Én, amikor kisgyerek voltam, nem is tudom, 8, 10, 12, 13 éves, akkor a szememben is, mit tudom én, egy... Hát nem is tudom, nem szeretnék senkit megsérteni, meg semmi, de nem tudom, egy Király Viktor, akkor ő volt azt hiszem Megasztárban, ő számomra egy ilyen hatalmas, nagy, elérhetetlen ember volt, és ezzel nem azt mondom, nem szeretném a munkásságát semmilyen szinten nem szeretném azt, hogy ebből az jöjjön ki, hogy én most lenézem, vagy bármit, tehát értitek? Szóval, hogy mivel én kisebb voltam, és kevesebbet láttam a világból, így mindenre néztem felfele ennek, ez a lényege, és valószínűleg ezt most piszkálni fogom, ezt a cuccot, mert jó érzés. Tehát, hogy valószínűleg most a fiatal lányoknál, fiúknál az van jó párnál, hogy az adott videós, akit néznek, azt azért magasztalják, kicsit feljebb helyezik, mint ahol van. Holott most ez is már közhelyé vált, de mi is emberek vagyunk, csak annyi, hogy minket viszonylag sokan néznek, de mindettől függetlenül nincsen jogunk arra, hogy ezt a fajta hírnevet kihasználva fiatal
fiúkat, lányokat befolyásoljunk. És hát ez megtörtént, és elég szomorú, hogy ennek meg kellett történnie, de most, ha statisztikailag nézzük, a nagyszámok törvény alapján nyilvánvalóan, mint mindenhol máshol, vannak ilyen esetek itt is. És amire ki szeretnék térni, az az, hogy első körben is szeretnék szólni a gyerekekhez, azokhoz a fiúkhoz, lányokhoz, akik nem feltétlen döntésképesek még 10, 12, 13, 14, akár 15 évesek, és néztek minket, néztek másokat, rajongtok másokért, rajongtok, értünk, hogy mindattól függetlenül, amit láttok, mint videó, az nem azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, tehát, hogy amikor azt gondoljátok, hogy az Anfield nem is tudom, egész nap a kamera előtt ül, és mindig hozza a stílt, a stílót, az nem így van. Tehát, hogy amit látok belőlem, az nagyjából ilyen összesen, ha a gameplay csatornát nézzük, és ezt a csatornát nézzük, akkor nagyjából 2-3 óra, amit összesen láttok belőlem hetente. Ez nagyon kevés. Nagyon kevés ahhoz, hogy ebből megítéljétek azt, hogy én milyen vagyok. És ezt azért szeretném nektek mondani, hogy ezt értsétek jól. Hogy nem olyan vagyok, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam. Nyilván most nem arról kell, vagy nem arra értem ezt, hogy most én itt felállok a kamera elő, és akkor felvágom az ereimet. Nem erről van szó, csak hogy amúgy nem viccelődök egész nap magamban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval, hogy azt szeretném ezzel mondani nektek, hogyha kaptok, vagy ráírtok ilyen videósokra, és mondjuk nem írnak vissza, az valószínűleg azért van, mert rengetegen írnak, és egyszerűen nem lehet azt, hogy visszaírjunk mindenkinek, vagy visszaírjanak mindenkinek. Na most ugye, itt az eset, ez nem is feltétlen erről szól, csak így jó, hogy az elején tisztázzuk ezeket a dolgokat. A konkrét eset az megdöbbentő és megrázó, és most az a baj ezzel az egésszel, hogy én részben ismerem is az illetőt, voltak régebben közös projektjeink, hogyha valaki emlékszik az életéletlenekben, abban benne voltunk többen, és a Nosi is benne volt, és én nem szeretnék elítélni senkit, viszont az, hogy én azt gondolom, hogy az, amikor mit tudom én, 25-30 évesen, vagy nem tudom, tök mindegy hány évesen, valaki fiatal lányokra ír, és ami kikerült egy cikkek, csak annak alapján mondom azt, amit mondok, olyan üzenetváltások vannak egy fiatal kis törékeny 13-14 éves lányjal, amilyenek voltak. Azt gondolom, hogy ez egy betegség, és nem tudom, szerintem betegség, mert egyszerűen épésszel fel nem fogható az, hogy egy nem lehet nőként ránézni egy 13-14 éves kislányra. Most lehet, hogy sokan megsértődtek, nem? Ők lányok, ők kislányok, vagy hogy mondjam máshogy. És tőlük olyan, hogy nekik olyanokat írni, amik itt feltételesen mondom, de megtörténtek, az roppant elítélendő, és biztos vannak ilyen emberek, akik kicsit ilyen zavartabb elmével rendelkeznek, vagy nem is tudom, hogy pontosan honnan indul, például VR-os srácok azt mondták, de csak idézek, és lehet nem is pontos, hogy az az ember csinál főként ilyeneket, akik a valós életben testi adottságok miatt, lelki adottságok, vagy nem adottságok miatt nem feltétlen tudják érvényesíteni azt, amit szeretnének, nem feltétlen tudnak maguk mellé találni akár párt, akár alkalmi nőt. És ők csinálnak ilyeneket, viszont azokhoz szeretnék szólni, akik hasonló dolgokat csináltak, vagy szeretnének csinálni, hogy én értem, hogy
elképzelhető, hogy nem tudnak úgy gondolkodni, ahogy kéne, viszont azt az egyet mindig tegyék maguk elé, hogy azok a kislányok, vagy kisfiúk, akiknek írnak, ők azért írnak vissza, vagy azért kezdenek el velük beszélni, mert ők a videós, vagy közszereplő énjüket látják benne. És azzal, hogy olyanokat írnak nekik, hogy amik ugye elhangzottak, akár az, hogy egy 13-14 éves kislánynak szexuális indítatású üzeneteket írnak, vagy képeket kérnek, az egy 13-14 éves kislánynak egy olyan trauma, ami lehet, hogy nem abban a pillanatban jön elő, viszont benne marad az egész életét végig fogja ezt kísérni. Ugyanis alapból még csak ismerkednek azzal, hogy szerelem, valaki iránt vonzódni, és amikor egy nála mit tudom én, 10 évvel, 15 évvel idősebb ember ilyeneket ír, az egy hatalmas nagy trauma, és én azt gondolom, hogy olyasmit kell elképzelni, mint amikor mi voltunk kis srácok, és nem tudom, én rajongtam a pókemberért. És most, ha a pókember rám írt volna, vagy nem is tudom, nem is ráírás, hanem mit tudom, a pókember megvert volna engem. Érted? Az nekem egy olyan trauma lett volna, hogy egyrészről imádom, meg szeretem, Úristen, és akkor egyszer meg megver. És ugyanez, amikor nem sikerül elérni, hogy elküldjön egy képet, vagy nem sikerül elérni, hogy ne adj Isten találkozzanak, és ott bármi történjen, és ezért lerázza azt az adott illetőt, és meg is mondja neki, hogy figyelj, hát akkor nem fogunk beszélni. Ez egy olyan trauma, amit szerintem nagyon nehéz feldolgozni, és valószínűleg 13-14 évesen nem is tudnak feldolgozni, és ebből bármi következhet. Tehát, hogy az életüket befolyásoló tényező ez. És én azt gondolom, hogy az ember nem lehet olyan önző, hogy ilyen módon keresztbe tegyen egy kisgyereknek. Nem tudom ezt máshogy megfogalmazni, tényleg nem szeretnék senkiről rosszat mondani, meg mit tudom én, csak ebbe azért bele kell gondolni. És akkor nézzük a másik oldalát, hogy kedves fiatalok, tudom, hogy rohadt nehéz, mert elképesztően nehéz lehet, hát hány ilyet hallunk, nem derül ki, 10-15-20 év múlva derül ki, az, hogy férfiak zaklatják őket az interneten. Nagyon nehéz lehet ezt szülők elé tárni, de meg az a szégyenérzet, ami bennük van, hogy Úristen, én beszélgettem vele, lehet, hogy egy kicsit írtam olyat, és ezt most megmutatom anyáéknak, és akkor anyáéknak nem ez lesz, hogy okay, segítünk, mert sajnos én azt látom, hogy a legtöbb esetben nem az az első, amit tesznek a szülők, hanem de hát kislányom, hát miért nem szóltál? Hát kislányom, akkor elveszem a telefonodat. Szóval remélem, hogy egyébként már nem így van, viszont ha az így van, akkor ez nagy részben betudható annak, hogy miért nem szól a gyerek. Mert egy olyan sakmat helyzetbe kerül, ahol nem tud mit tenni, mert most vagy elveszik a telefonomat, vagy inkább nem szólok. És szerintem ez súlyos gond, úgyhogy kedves gyerekek, én azt szeretném mondani, hogy minél jobb lenne, vagy nagyon jó lenne az, hogyha mindettől függetlenül tudnátok valakivel erről beszélni, és nyilvánvalóan a szülők lennének a legjobbak, de hogyha nincs egy szülő, aki de nyilván van, csak hogy nem szeretnéd full elé tárni, mert akkor tudod, hogy elveszik a telefonodat, zseppénz megvonás, nem internetezhetsz bármi, akkor tök jó lenne, hogyha egy tesónak, akiben megbízol, egy legjobb barátnak, el tudnád ezt mondani, és titkon remélem, hogy tőle pedig eljutna a szüleidhez, de nyilván ez nem így van, de én azt gondolom, hogy mindenképpen valaki véleményét ebben kérjétek ki, és a legjobb lenne, hogyha a szülőknek mondanátok, és akár úgy is lehet azt, hogy ott vagy a szüleid előtt, és megmondod nekik, hogy figyeljetek,
ne haragudjatok rám, eddig nem mondtam el, viszont most szeretnék nektek valamit mondani. És akkor, mert az van, hogy ilyenkor egy ilyen hatalmas nagy nyomás van benned, mert benned van mondanád, de nem akarod, mert elveszik a telefont, lecsesznek bármi, de srácok, ebből sokkal nagyobb probléma is lehet. Úgyhogy jó lenne ezt még a kezdetében, a dolog kezdetében így elfolytani, vagy megállítani, és szólni róla valakinek. És hát a szülőkhöz is hadd szóljak egy picit, mert őket érinti szerintem ez a legjobban, hogy tudják, hogy mit csinálnak a gyerekek, tudják azt. Jó lenne, hogyha tudnák azt. És hála Isten van is ilyen példa, hogy mit csinálnak, hogy kivel beszélnek, hogy milyen videókat néznek, és talán a legfontosabb az, hogy a mai gyerekekkel rengeteg helyről hallom, hogy nagyon nehéz kiépíteni egy olyan bizalmi viszonyt szülő és gyermek között, ami életképes és működik. És pont azért, mert most ezt lehet, hogy nem mindenkire igaz, és biztos, hogy nem mindenkire igaz, de egy bizonyos százalékra az igaz, hogy egy videósnak, vagy egy közszereplőnek, akit kedvelnek, sokkal előbb szót fogadnak, mint a szülőnek. Ami nem túl jó, és nem túl biztató a szülőknek. Úgyhogy tök jó lenne, kedves szülők, hogyha ki tudnátok egy olyan fajta bizalmi kapcsolatot, vagy létre tudnátok hozni egy olyan bizalmi kapcsolatot a gyerekeitekkel, hogy az ilyen eseteket elmondják, és én, mint nem hozzáértő, nem vagyok szülő, most már azért, hát úgy már nagyon gyerek sem. Én azt gondolom, hogy az első legfontosabb dolog az lenne, hogy a gyerek az megbízzon bennetek, és ne azt lássa, hogy bármit elmond egyből, bum, akkor elveszünk mindent, akkor fenyítés van, mert ez a gyereknek nem jó, és ezáltal inkább nem mondja el, mint hogy ne tudjon telefonozni, vagy bármi. Úgyhogy lássa azt rajtatok, hogy bármi van, ti ott vagytok, segítetek, nem pedig ti ott vagytok, és lecseszitek őket. Ez szerintem az első olyan dolog, amit meg kell tenni, de nyilvánvalóan erre nem én vagyok a legjobb, hogy ezt megmondja, viszont én ezt szeretném a szüleimtől, hogyha ilyen helyzetben lennék, és talán akkor így elmondanám. Úgyhogy hát nagyjából ennyi, amit én erről az egészről gondolok. Srácok, fiúk, lányok, legyetek kedvesek, kicsit jobban odafigyelni arra, amit csináltok. Én ezt a videót azért hoztam létre, mert én azt gondolom, hogyha van olyan téma, amiben fel kell szólalni, akkor egy ilyenben igen, mert valahol valamilyen univerzumban minket véleményvezéreknek hívnak, és nagyon örülnék, hogyha ez alapján rengeteg szülő, rengeteg gyermek, rengeteg akár közszereplő vagy youtuber magához kapna egy kicsit, hogy hey, hát azért ez egy kicsit gáz. És nem helyén való. Úgyhogy igen, várom a véleményeket kommentbe. Én nem akarok senkinek ártani ezzel a videóval. Én azt szeretném tényleg, hogy ne azt terjedjen el az egész ilyen közösségről, az egész közszereplő gárdáról, a youtuberekről, hogy ők csak és kizárólag ilyen helyzetekben kussolnak, és majd beszélünk, hogyha valami vicces kihívás videót kell csinálni, hanem hogy igenis szólaljunk fel, és mondjuk el a véleményünket, mert szerintem ez fontos. És pont azért fontos, mert hogyha valamiben is felelősségünk van, az, hogy azok a srácok, azok a lányok, akik néznek minket, azok mit kapnak tőlünk egy ilyen helyzetben, és lehet, hogy láttak egy-két videót más videósoknál, viszont mindig te, az a közszereplő, az a youtuber, akinek van egy közönsége, és mondjuk azt, hogy a 30% az csak téged szeret, mindig az szerintem a mérvadó, ugyanis lehet, hogy hallja egy Unfield-tól egy fanmade maker néző, amit mond,
viszont egy Anfieldnak annyira úgy nem érdekli, amit az Anfield mond, mert ő a fanmade-makert szereti a legjobban. Úgyhogy ezért tartom azt fontosnak, hogy minél többen beszéljenek dolgokról. És most nem egy izét akarok elindítani, egy lejárató kampányt bárki ellen, csak azt, hogy használjuk egy kicsit okosabban az internetet, és a szülők pedig próbáljanak egy kicsit bizalmasabb kapcsolatot kiépíteni a gyerekkel, mert az internet az olyan, mintha a szülő a 13 éves gyereket kitenni az utcára, hogy menjen amerre látsz, este majd találkozunk, és akkor bármi lehet vele. Tök mindegy, hogy mi, bármi lehet egyszerűen vele, mert olyan, érted, mit tudom én, egy szipus oda megy hozzá, elviszi, érted? Tehát ugyanez az internet is, bármi lehet vele, mert ráérez, irannak, nem tudom, átverik, azt mondják, kap 100 000 forintot egy képért, érted? Szóval már bőven ott tart az internet, hogy nem sokkal rosszabb, mint hogyha az utcán engednék el egyedül azt a gyereket. Úgyhogy ennyi ez a videó. Igyekeztem összefoglalóan beszélni, valószínűleg nem sikerült, de igyekeztem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és a komment szekcióban pedig várom a véleményeket, és kedves gyerekek, akik azt gondolják, hogy a szülő az, tehát a te szülőd az nem feltétlen néz internetet, videókat, viszont nincs is meg az a bizalmi kapcsolat, akkor valahogy juttasd el hozzá ezt a videót, és tök mindegy milyen úton, módon, nem tudom, bent hagyod véletlen a videót a tévén, kint a nappaliban, vagy elindítod neki, hogy anya nézd meg ezt, apa nézd meg ezt, csak hogy lássák, mert én azt gondolom, hogy egy kicsit tudtam mondani olyan dolgokat, ami egy szülőnek is nagyon fontos, és ilyenfajta rávezetéssel szerintem sokkal jobb lehet így néhány dolog. Úgyhogy ennyi lenne ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!